Karnagy, tankönyvszerző, címzetes igazgató, Süle Ferenc a Celldömölki Liszt Ferenc vegyeskar karnagya. Már gyermekkorában nagyon szeretett énekelni és zenélni, nagyszerű hallással bírt és jó tanuló volt. Egészen kiskorában megtanult zongorázni és hegedülni. 2 év alatt elvégezte a 6. osztályt a Celldömölki iskolában, csoda gyereknek tartották. A pápai állami tanítóképzőben végzett, majd a pápai leányiskolában tanított. Már itt 120 tagú énekkart, egy sikeres gyermekkórust hozott létre. Több mint 40 éve igazgatja és dirigálja a Celldömölki kórust. Kitartó munkájának és elszántságának köszönhetően számos európai országban, valamint hazai neves rendezvényeken szerepeltek. A 76 éves Süle Ferenc által vezetett Liszt Ferenc vegyeskar 1966-ban alakult, akkor még Celldömölki Kisipari Szövetkezetek kórusa néven, majd 3 évvel később 40 pedagógus csatlakozott hozzájuk. 1971-ben a jubileumi Liszt év alkalmából vették fel minden idők egyik legjelentősebb zeneszerzőjének nevét. Szép sikereket értek el, az első külföldi útjuk Lengyelországba vezetett. Az alapító tagok közül ma már senki sem tagja a kórusnak, de vannak jó néhányan, akik évtizedek óta együtt énekelnek. A kórus az elmúlt években számos kül- és belföldi felkérésnek tett eleget, számtalan elismerést és díjat gyűjtött be. Süle Ferenc 1974-ben lett a Celldömölki Zeneiskola igazgatója, néhány év alatt megtöbbszörözte az intézmény tanulói létszámát. Az alsó tagozatosoknak írt énekzene tankönyvéből a mai napig tanulnak a diákok. A karnagy szabad idejében szívesen olvas, nagy természetjáró. Nyarait a Balaton mellett tölti, a keszthelyi kórus munkáját is segíti. Zenében mindenevő, a mai kor slágereit is kedveli, de a reggeleihez Bartók zenéje tartozik. Családjából hozta a muzsika iránti szeretetét. Felesége mérnök, fia orvos, lánya zenetanár. 5 unokától vidámak a mindennapjaik. Süle Ferenc 1959 óta tanít, a zene szeretetét igyekszik továbbadni tanítványainak. Azt mondja, amíg ereje és egészsége engedi, vezetni szeretné a Celldömölki Liszt Ferenc vegyeskart.